Pest megyei idén is választ megye borát. Mit lehet tudni erről? Semmit. Azt tudjuk, hogy meghirdettük, és várjuk, hogy a pincék mélyéről a gazdák ide hozzák a legjobb boraikat, és itt pedig szakavatott zsűri fogja a teljes borászati szokásoknak megfelelően titoktartási nyilatkozatok és felismerhetetlen takaró palackok, palacktakarókkal együtt zsűrizni az országos borminősítő szabályzat szerinti 100 pontos értékeléssel. Lesz egy társadalmi zsűri is, aki nem biztos, hogy mindig a szakmai követelményeket fogja nézni, hanem azokat a követelményeket, hogy neki ízlik-e egy bor, ami azt hiszem legalább olyan fontos, mint egy borásznak a véleménye, és ezután ki fog alakulni. És hagyományainknak megfelelően most már negyedszer lesz Pest megye bora, és ha ez így lesz, akkor már mondhatjuk, hogy minden évben olyan borokkal tudunk kedveskedni a barátainknak, ismerőseinknek, vagy vendégeinknek, amit jó szívvel lehet elfogyasztani, és Pest megyére ismét büszkeséget hozhatnak. Ennek úrnak esetleg van a kedvenc bora? Én nagyon szeretem a rozéborokat, és abból Pest megyében eléggé jó termés szokott lenni, hiszen a mi természeti adottságaink azok nem engedik meg, hogy nagyon komoly fehér borok bár azok vannak <coughs> inkább az egyeki régióban, de vörösboroknak meg nem igazán alkalmas az itteni éghajlat és klíma. De a rozéban vannak olyanok, akik francia versenyeken is értek már jó eredményeket, és hát az ország fehérbor és rozébor termelőinek egy jelentős része is itt termelteti. Hát például van egy olyan szőlészet, amelyik nagyobb területtel bír, mint maga az egész szexárdi borvidék, és sokan onnan vásárolnak szőlőt, és abból készítik a boraikat. Ők még nem mondják el ezeket, de nem is ez a fontos, hanem Magyarországon termelt szőlőből készüljenek a magyar borok, és ne külföldről hozzunk be olyan pancsokat, amiket utána bornak csúfolunk. Köszönöm szépen. Én.